Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Anrást hallhatják, ez pedig itt a Frontember legfrissebb adása, itt az Ultrahang csatornáján, a hónapban pedig nem más a vendégünk, mint a műsor állandó vendége, Gyalogs Kötle, biztonságpolitikai szakértő, akit nagy szeretettel köszöntök, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Jó reggel, szeretettel üdvözöllek én is, és persze minden nézőnket, hallgatónkat. És hát már is belecsapunk mai témáinkba, mielőtt azonban ezekbe belekezdenénk, emlékeztetnénk hallgatóinkat, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, ha ezt még nem tették meg, hiszen így értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Továbbá köszönettel fogadjuk adományaikat is a képernyőn, illetve a leírásban található bankszámla számon és PayPalon keresztül. Támogatóink megkaphatják az UltraHang közönség találkozóinak vágatlan felvételeit, és emellett reklámentesen hallgathatják az UltraHang podcastjait is. És hát akkor rákanyarodva mai tematikáinkra, ugye hagyományunk már lassan, hogy adásaink elején azért kitérünk arra, hogy mi most az aktuális front helyzet Ukrajnában, mi zajlik aktuálisan a fronton, és ennek mentén kérdeznék rá arra tőled, hogy mik most az aktuális fejlemények, hogy áll az ukrán front helyzete, mit kell tudni a háború állásáról. Igen, hát a legfrissebb hír az, szóval hogy sikerült az Orosz Föderációnak megsemmisíteni egy S-300-as légvédelmi rendszert. Ez től 60 kilométerre volt pozícionálva, úgyhogy ezzel próbálták mindig meggátolni, hogy az orosz repülőgépek vagy harci helikopterek berepüljenek a térségbe, és támogatást nyújtsanak az ottani, mint páncélos egységeknek, mint pedig a szárazföldi csapatoknak. Ez egy még a szovjet időkben kifejlesztett régebbi rendszer, de nagyon hatásos, azt lehet róla tudni, hogy megközelíti a légi járművet, nem kell, hogy eltalálja, hanem a közelébe felrobban, és olyan repeszképző hatása van ennek a fegyvernek, hogy ugye elpusztítja azt a repülőt, vagy azt a helikoptert. Úgyhogy ezt kiiktatták, és igazából most így felszabadult az út, hogy Donetsk térségét le tudják fedni, ugye? Még mivel hogyha páncélosokkal halad valaki előre, akkor nagy szüksége van légi támogatásra, nehogy az ellenségnek ugye a még megrévő, például még típusú vadászrepülőik az ukránoknak támadni tudják ezeket a harci egységeket, vagy amikor előre nyomulnak ugye a szárazföldi erők, a rohamosztagok, például Sturmavik oroszul, akkor nekik is kell légi támogatás, és itt például az Alligator harci helikopterek tudják ezt a feljezeti gépágyukkal nagyon sikeresen végrehajtani. Ugye haladnak előre, lassacskán, de biztosan az orosz erők támadást intéztek, hogy sza ellen is, ott sikerült megsemmisíteni egy gyárat, ahol vízi drónokat készítettek. Ugye, nagy mennyiségben vásároltak Ausztráliából jetskiket, és ezeket a alakították át, vagy próbálták éppen átalakítani. Volt több ilyen sikeres műveletük is, például a, a krím ellen, vagy... Ö próbálkoztak például hajókat is így elsülyezteni, de az nem volt annyira sikeres, de lényeg az, hogy eléggé mozgásban tartották az orosz haditengerészetet ezekkel az eszközökkel, tehát ezek távirányítóak voltak, távirányítások voltak, és nagy mennyiségű robbanóanyagot tudtak eljutatni, ugye például egy kikötőbe, vagy egy kereskedelmi, vagy akár egy katonai hajónak a közelébe, és ugye hát az a robbanás az, az fatális lehetett volna. Nem sikerült hajót elsülyezteni, kisebb károkat azért okoztak például egy támaszponton a Krim és most ezt a gyárat sikeresen támadták a levegőből, és hát ez megszűnt És akkor haladva is tovább a tematikáinkban, hiszen vannak érdekes hírek is, amelyet mindenképpen érintenünk kell. Az egyik ilyen az, nem más, mint hogy Macron kijelentései miatt hívnák össze a biztonsági tanácsát. Az Oroszország természetesen, aki kezdeményezte ezt az ülésének összehívását, és szeretnék megtárgyalni a francia elnök elképzelését a NATO csapatok Ukrajnába küldéséről. Na már most ö, elsősorban az lenne a kérdésem, hogy egy kicsit így visszatekintve a retro perspektív a Macron francia elnök által elhangzott, vagy sejtve kijelentésekre, kijelentésekre, hogy ö, vajon, ö, hogy látod, elégendő súlyjal, megfelelő súlyjal kezelte a nemzetközi közösség azokat a szavakat, amik elhangoztak Macron szájából, illetve mit várnál mondjuk ettől a biztonsági üléstől ezen a tárgyaláson, hogy mik hangoznak majd, de ugye természetesen ezt Oroszország kezdeményezte, tehát itt azért érzékelhető, hogy van, van egyfajta elfogult indíték, de azért mégiscsak úgy érezhetik sokan, hogy azért valóban Macron kijelentései talán is túlzottak voltak, de mit várnál a nemzetközi, nemzetközi közösség részéről? Hát amennyire a diplomácia megengedte, annyira élesen fogalmaztak a különböző állam és kormányfők. Tehát Olaf Scholz volt az első, aki ugye meg is szakított egy hivatalos programját Baden-Württemberg tartományban, és azonnal reagált Emmanuel Macron azon szavaira hogy küldjenek harcoló csapatokat, és ezzel támogassák ugye az ukrán katonákat. Ö, Scholz tényleg lehet mondani, bakot ugrott erre, mert mondta, hogy ez a harmadik világháború kitörését jelenteni, és ő azonnal bejelentett, hogy Németország sem most, sem a jövőben nem hajlandó katonákat, sem harcoló, sem kiképző, sem támogató alakulatokat küldeni Ukrajnába. Giorgia Melloni, olasz miniszterelnök asszony ugyanezen az állásponton van, tehát ő is azonnal összeít a sajtó kifiselőjét, és mondta, hogy Olaszország ezt nem támogatja, mivel ez akár egy nukleáris háborút is jelentene. De ugyanígy volt Sánchez, spanyol miniszterelnök, ugyanígy volt Robert Fico, és hát értelmszerűen a magyar kormánynak is ez az álláspontja, többször is kihangsúlyozták, sem fegyvert nem szállítunk, sem katonákat nem küldünk, semmi olyan eszközt nem jutatunk el Ukrajnába, amelyik ezt a háborút elhúzná, hanem a béke pártján vagyunk és hát tényleg szinte a világ összes országában rögtön jött reakció. Egyedül a britek voltak egy kicsit furcsák, ők úgy, úgy késlekedtek, és Olaf Scholz viszont elszólta magát, tehát történt megint egy ilyen kis főpár részéről, hogy hát brit csapatok már amúgy is vannak Ukrajnában. Ezt London először tagadta. Utána uh, Rishi Sunaknak megszólalt a szóvívő, és mondta, hát igen, vannak speciális alakulatok, de hát azok igazából csak a tűzvezérlésben segítik az ukránokat. Kiderült ugyanis, hogy ezeket a modern brit rakétarendszereket az ukránok nem képesek kezelni. Tehát ezekhez azért hadmérnökök kellenek, a szoftverek azok angolul vannak. Nem volt olyan kiképzett ukrán hadmérnök, aki annyira is tudna angolul és olyan biztonsággal kezelni ezeket az eszközöket. Ezekhez nagyon hosszú kiképzés is kell. Azért egy hadmérnöki iskola, ugye azt tudjuk, hogy minimum három év, és vannak olyan fegyverrendszerek, például légelhárító rendszerek, amiknek a kiképzése azért 6-8 hónapot is igénybe vesz. Ezért néhány brit katona ott van, és a tűzvezérlési rendszereket kezelik, ami nem túl jó dolog, mert Moszkva joggal mondhatná, oké, okay, brit katonák segítenek orosz katonák meggyilkolásában. ergo Nagy-Britániát hadviselőfélnek nyilvánítjuk Moszkva, megtehetné, mert igazából ez így van, tehát egyenruhában, brit katonák segítenek harci cselekményekben. Moszkva egyelőre nem tette meg, nyilván azért az orosz szívvezésnek is volt már erről tudomása, és nem hinném, hogy itt nagy számban vannak, itt szerintem egy négy-öt hadmérnök lehet, akik ott vannak, és a tűzvezérlés segítik, de, de nem olyan nagy számban, hogy, hogy ez komolyabb nemzetközi konfrontációt ugye kiváltson a két ország között. Ön még a brit nagykövetet sem hívták be ez ideig emiatt. Egyedül Lettország volt az, aki azt mondta, hogy ha Franciaország csapatokat küld, akkor ő csatlakozik. Hát ez egy elég öngyilkos kijelentés azért Lettország részéről. Ugye határosak Oroszországgal, tudjuk, hogy azért Lettország a Szovjetunió része volt, azért is ez a ruszofóbia igazából, tehát tényleg gyűlölik az oroszokat, ami a csövön kifér és keltették már többször azt a hisztériát, hogy Oroszország meg fogja őket támadni. Oroszország nem akarja Lettországot megtámadni, mert miért tenni? Másrészt Lettország a nato a tagja, ergo az is automatikusan a Harmadik világháború kitörését jelenteni, meg nyilvánvalóan akkor a NATO-nak be kellene avatkozni, bele egy tagállamukat támadó háború érte. Tehát ez igazából, mondom, a lett hisztéria, ami már odáig ment, hogy Olaf Scholz bele ment, ugye, hogy több ezer német katonát küld lett országba, tehát hogy a NATO észak-keleti határait stabilizálják, tehát eszközöket és katonákat küldenek, akik felügyelik ott a légteret, felügyelik a határvidéket, rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat a lett hadsereggel, de mondom, ez, ez a hisztéria kategóriába sorolható. Úgyhogy mondom, mindenki elítélt, és hát azért ott van az ensz a biztonsági tanács, amiben önne van Oroszország, Oroszország nagy szövetségese Kína, ott van az Egyesült Államok is, hiszen Joe Biden is azt mondta, sőt John Kirby első körben, aztán Biden ezt megerősítette, elnézést, hogy az Egyesült Államok sem hajlandó katonákat küldeni, mert ugye azért Oroszországot, hogyha megnézzük, a világ legnagyobb nukleáris hatalmáról beszélünk, több ezer nukleáris fegyverre rendelkezik, mint stratégiai, mint pedig klasszikus értelemben vett atombombákkal, és ezt nem akarja az Egyesült Államok sem reszkírozni, ugye, hogy kitörhessen a harmadik világháború, amit már nem konvencionális, hanem nukleáris fegyverekkel döntenének el, vívnálak meg, tehát ez nem kellene. Úgyhogy Macron igazából, ha szabad így fogalmazom, a hülyeségével egyedül maradt, mert tényleg az már egy vörös vonal lenne Moszkva számára. Tehát Moszkva azért nagyon sokat tűrt, ugye tűrtek évekig az ukránok részéről, hogy legyilkolják az oroszokat, tűrnek most a NATO részéről, hogy nyakló küldenek fegyvereket, eszközöket, pénzt, képzik ki Lengyelországban, Németországban, Nagy-Britanniában az ukrán katonákat, tehát Moszkva igazából ezt is úgymond szó nélkül hagyta, vívja ezt a proxy háborút, mert azért ezt már minden gyerek tudja, hogy ez nem az ukránok és az oroszok háborúja, hanem ez a NATO és Oroszország háborúja. És látjuk azért, hogy annak ellenére, hogy 27 ország folyamatosan tolja bele a pénzt és a fegyvereket, Ukrajnába Oroszország ezt a háborút vívja továbbra is, ellenáll. Tehát fázi azt mutatja, hogy legalább olyan erős, mint a NATO, hanem erősebb. És hát ugye beszéltünk már többször a lőszerhiányról, ami nyugaton nagyon akut, ugye rendszeresen, szinte heti szinten foglalkozik ezzel a német parlament, a Bundestag is, hogy elfogynak a stratégiai készletek, mert Németország már annyi eszközt adott, és lőszereket is Ukrajnának, hogy, ahogy már ugye műsorban is itt többször elhangzott, kettő napra elegendő lőszere lenne Németországnak egy fegyveres konfliktus esetén. Tehát utána meg kellene, hogy adja magát, vagy nem tudom, mi lenne. Tehát nincs más alternatívája és ez is azt okozza, hogy, hogy már nagyon óvatos a NATO. Látjuk azt, hogy már demokrata szenátorok is ugye azt mondják, hogy tárgyalni kell, ne adjunk több pénzt. Eddig beleöltünk 118 milliárd dollárt Ukrajnába, nem hozott eredményt, meghalt turván valahol 3 és 400 ezer közteltő hogy az ukrán hősi alottaknak a száma, ennyi fiatal ember az életét vesztette, értelmetlenül, tehát eljött az idő, hogy tárgyaljunk, vagy hogyha évekig még folytatjuk ezt a háborút, azzal értelemszerűen Oroszországnak kedvezünk, Oroszország több területet fog elfoglalni, tehát ebben most már azért e, egyesség van nagyon sok republikánus és demokrata szenátor között, azért is ugye sikeresen blokkolták ezt a 60 milliárd dollárt, amit Joe Biden még nagyon gyorsan át akar boxolni de hát ez már ugye a választóknak a nem tetszését is kivívta, és ugye már folyik a kampány, meg volt ugye a szuperked, lehet látni, hogy Donald Trump hasít, és hát ugye, ahogy mondtam én is, hogy Gerinc témája igazából az Ukrajnában foló háború, meg az amerikai pénzek küldése, és hát értelemszerűen Trump ugye fűti az adófizetőket, a választókat, hogy ők is ugye álljanak ennek ellen, tehát ugye úgy voksoljanak, hogy az ő adócentjeik az Egyesült Államokban maradjanak, a nép érdekeit szolgálják, az államok érdekeit, és ne pedig két idegen országnak a háborújába folyanak bele. És ugyanezzel lesz a helyzet azért az európai választásokon is, hiszen ha megnézzük az Európai Unió is, ugye ha fölvet 50 milliárd eurós hitellel együtt, most már durván 150 milliárd eurót pumpált bele Ukrajnába, brutális összeg, és az ukránok semmit nem tudnak felmutatni. Maximum ugye Zelenszky meg a bűvköre ott, hogy milyen satókat, milyen villákat, milyen real estate dolgokat vásároltak Floridától kezdve Spanyolországig, Úgyhogy sokan meggazdagodtak ebből, a háborút viszont nem nyerték meg. Most van egy új narratíva, hogy majd elindítanak egy újabb tavaszi offenzívát. Hát szeretettel várjuk mi is meg az Orosz Föderáció is, mert nem hiszem, hogy ez sikeres lenne, hiszen elfogytak teljesen a 155 mm-es tüzérségi lövedékeik, ugye ezeket drónokkal kompenzálják, csak amíg egy ilyen propeller támogatott lövedéknek a hatótávolsága való 30 és 40 km ugye típustól, gyártott függően, addig egy drónnak 3-4 km, itt a kamikaze drónokról beszélünk, ezzel próbálják ugye kompenzálni a lőszerhiányt, Kanada ugye ígért, és gondolom már le is szállított nekik sok ilyen kamikaze drónt, amik ugye becsapódnak a célpontba, itt semmisítik meg, de hát végtelenségig ott sem tud segíteni, ezek a drónok is el fognak fogyni néhány hónapon belül, szerintem valamikor a nyár elejére, és akkor megint ott tartunk majd, ahol a part szakad, hogy Zelenszky majd próbál megint kalapozni pénzt, fegyvereket, csak már senki nem fog tudni szállítani neki, hiszen lőszer hiányban most már világszerte mondjuk leszámítva Kínát és Oroszországot. És ugye nem csak lőszerben, hanem ugye humán erőforrásban, illetve katonai erőben is, katonákban is szűkölködik Ukrajna, vagy legalábbis egyre kevesebb van áll rendelkezésre Ukrajnának sajnos ebből, és ugye arról is számoltak be hírek az elmúlt időszakban, hogy akár új módszerekhez folyamodhat Ukrajna, és a bebörtönzötteket is mozgósíthatják. A, 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 úgy fogalmazott itt az ukrán igazságügyi miniszter, elnézést, hogy szerintem a jövő héten bejegyzik, a következő ülésein szavaznak róla az első olvasatban és a másodikban is nyilatkozta a miniszter, hozzátéve, hogy sok több ezer fogó és elítélt kész arra, hogy a katonaság részévé váljon és megvédje a hazáját. Na már most leginkább az érdekelne elsősorban, hogy te ezt mennyire tartod jó ötletnek, vagy mennyire ez egyrészt kezdjük ott, hogy van-e választása az ukrán oldalnak, hiszen azért, hogy említettük, nem éppen fényes helyzetben kell döntéseket hozniuk. Ehhez képest ugye arról is beszélhetünk, hogy, hogy mennyire jó ötlet ez, illetve hogy volt-e már ehhez hasonló példa azért a történet. Hát persze, hogy volt, hogyha belegondolunk, hogy a nyugat, meg Ukrajna is mekkorákat rúgott Oroszországban, amikor például a Wagner a börtönökben toborzott. Ugye, és ott is nagyon sok elítélt ment a, a Wagner-Ohomosztagához, nagyon sokan ugye ott is hagyták a bőrüket a az az azaz folyó harcban. És a nyugat ekkor azt mondta, hogy no, ez már az utolsó rugás a Putyinnak, már a börtönből hozza ki az elítélteket. Nem, hát látni, azért rengeteg reguláris katona van, mint tényleges, mint pedig tartalékos erő, tehát több milliós katonasággal rendelkezik a tartalékosokat, és beleszámol a Oroszország. És Ukrajna viszont nem. Tehát kénytelenül is ugye a börtönből toborozni, nyilván amnestiák kapnak azok a katonák, akik kimennek a frontra, a túlélik utána szabad emberként távoznak. Én azt mondom, ha valakit elítélnek mondjuk hosszú évekre vagy évtizedekre, azt hiszem a belegondolok én is inkább bevállalnám, hogy most ott leszek a börtönben mondjuk életem végig, vagy pedig esetleg túlélem és szabad ember leszek. Meg hát ugye olyan tervek is vannak, hogy például megállapítják, hogy kik azok a férfiak, akik még nem mentek ki a frontra, valamiért nem hajlandók, zárulják például a bankszámlájukat letiltják a bankkártyájukat. Tehát egyre több ilyen represszáliát gondolnak ki, hogy hogy lehetne ugye azokat, akik valahol még bujkálnak, megpróbálják, vagy valahogy szereztek orvosi papírt, ezt, azt megpróbálják ugye kiátszani a rendszer. Tehát itt újra egészségügyi felülvizsgálatokat fognak bevezetni nyilvánvalóan azoknál, akiknél látják, hogy valamilyen orvosi papírt szereztek. És most már például beszéltem Kárpátalján egy ifjú barátommal, akinek szintén van egy, egy és a mozgás hiánya, tehát már olyan embereket is besoroznak, nyilvánvalóan nem frontszolgálatra, hanem támogató egységekre, például irodai szolgálatra alkalmas lehet, vagy gépjárművet tud még vezetni, akkor ugye a szállításban, a logisztikában fogják használni ezeket az embereket, tehát most már egyre kevesebb kibúvó lesz, és nyilvánvalóan a fiatalabb korosztályoknak is már félni kell, vannak olyan tervek is, hogy az idén a nyári szünetben már a 16 éves diákokat, fiúkat sem fogják kiengedni az országból, sok szülő félti a gyerekét, értelemszerűen akiknek van rá lehetősége, van rá pénze, azok be akarják kiratni külföldi, mondjuk osztrák, német vagy bármilyen gimnáziumokba, hogy ott érettségízenek, és utána értelemszerűen nem menjenek vissza. Tehát sok szülő nem szeretné a, a fiát egyenruhába is később, ugye, egy zászlóval letakadt kuporsóban látni, és feltétlenül már a 16 éveseket nem fogják az országból kiengerni azokból. Hogyha annyira elfogynának a katonák, akkor ahogy betölti valaki a 18-at, automatikusan, ugye, kapna a behívót és mennie kellene a frontra. Ugyanúgy folynak a kényszersorozások, ugye látni mindig ezeket a szívszorító felvételeket, Kárpát is ugye magyar honfitársainkat hurcolják el a katonai rendészek, vannak, hogy villamos során le, szupermarketbe, vagy volt olyan felvétel is, hogy az autójából húztak ki valakit, és erőszakkal elvitték, annak ellenére, hogy ott ugye a családja az próbálta ott rávenni a katonákat, hogy hagyják a férjet, az édesapát. Tehát brutális felvételek játszódnak le, annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen egy mintademokráciának nevezi heti szinten többször is Ukrajnát, tehát hát, aki ezeket a képeket látja, akkor tudja, hogy milyen az igazi demokrácia, Úgyhogy hát köszönjük szépen ebből szerintem senki nem akar kérni. Úgyhogy Ukrajna egyáltalán nem áll jól, a nemzetközi pénzpiacon a besorolását is Ukrajnának most már államcsőt közelibe sorolták be, tehát igazából befektetésre nem ajánlott, és hát mindenki tudja, hogy igazából külföldi pénzügyi infúzió tartja azt az országot életben. És kicsit vissza is kanyarodva az egyik előző témánkhoz, hiszen ehhez is kapcsolódik, ugye az ENSZ biztonsági tanács összehívása kapcsán Dimitri Polanszki, aki ugye az állandó képviselője, helyettes állandó képviselője Oroszországnak a világszervezetnél, több szempontból is körbejárta azt a kérdést, hogy Ukrajna mire készül, illetve mikre készül, de volt egy érdekes mondat, ami bejárta a világ sajtot, ez pedig úgy hangzott, hogy tényleg azt hiszi, ha le akarnánk csapni Zelenszki konvojára, akkor nem tudnánk megtenni, és próbáljon megválaszolni őszintén. Fogalmazott. Ugye természetesen ezt egy teljes szöveg kontextusában érdemes értelmezni. Ugye arról beszélt ott a képviselő, hogy nagyon sok mindennel vádolják Oroszországot, és hogy ennek mentén a realitásokról beszélt. Ennek kapcsán lenne az a kérdésem, hogy te, te is így gondolod, hogy például, ha Oroszország ezt eldöntené, tehát úgymond ki, kiadnának egy utasítást arra, vagy erről döntés születne, hogy akkor Zelenszkit likvidálni kell, akkor ebben az esetben ez megtörténne, illetve milyen hatásai lennének ennek, hiszen ugye az elején, a háború elején például azért voltak találgatások arról, hogy az oroszok mennyire próbálták Zelenszkit elkapni, elfogni, mennyire volt arra kísérlet, hogy az ukrán vezetést megbénítsák. Hogy látott ennek a kérdéskörét? Hát figyelj, ha az oroszok azt akarták volna, hogy Zelenszky halott legyen, már egy fárfával ülne való, egy felhő szélén nyilvánvalóan, kis szárnyacskákkal, bár ez kétlem, de lényeg az, hogy azért a gr út meg az SVR-t, ugye mind a katonai, mind pedig a külső titkosszolgálatot ne becsüljük le. Nyilvánvalóan tudják, hogy hol és mikor milyen konvojjal megy. Most is ugye Ogyesszában járt. Tőle mindössze azt hiszem 500 méterre ért ugye csapás egy fontos célpontot. Hogyha akarták volna, nyilván már likvidálták volna. Ha megnézzük azért a háború menetét, eltelt két év, kicsit több is már ugye pár nappal. Sem döntéshozó központokat nem ért még találat Kievben, sem pedig az elnöki palotát nem támadták, tehát azért többször ugye megjelent nyilvánosan Zelenszky, meg nyilvánvalóan azért tudják, hogy hol van a tartózkodási helye, tudják, hol van az óvóhelye, tehát vannak az oroszoknak is ilyen hasonló, mint az amerikaiaknak ezek a bunker buster, tehát ilyen bunker robbantó bombák, amik lefúrják magukat akár több tíz méterre is a föld alá, és amikor a szenzorok érzik, érzékelik, hogy itt üreg van, tehát elértük a bunker rendszert, akkor robban be az egész cuccos. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt már végrajtották volna, de nem akarnak az Zelenszkiből hőst csinálni, nem akarnak áldozatot belőle, bár ugye kezdődik a Ramadán, tehát sahidokra mindig szükség lenne, de szerintem Oroszországnak nem célja az, hogy Zelenszkij tipi, de inkább arra várnak, hogy a belső ellenállás majd ellene politikailag olyan erős legyen, hogy le kelljen mondania, vagy esetleg az Egyesült Államok majd az utolsó pillanatban úgy látják, hogy akkor tegyük fel a családjával együtt egy repülőgépre, és kapjon valami kellemes kis otthont valahol, nem tudom, Pán Bícsen, Trump szomszédságában, vagy valahol, és ez lesz a vége, tehát nyilvánvalóan lesznek majd olyan politikai erők, akik sokkal másképp állnak majd a háborúhoz, másképp állnak ahhoz, hogy Oroszországgal kellett tárgyalni, hiszen a ruszofóbia már, már az egeket veri. Pont ma olvastam, hogy valami havi 4 millió dollárt költenek csak arra, hogy zavarják az orosz TV és rádióadásokat Ukrajnába, mert szerintük az az orosz propaganda gépezetnek a része, és nem akarják, hogy az oroszok befolyásolják az ukrán lakosságot, a háború társadalmi támogatottságát. Úgyhogy ö, erre is szórják a pénzt igazából, ugye betűntották az orosz nyelvet, orosz könyveket, még klasszikusokat is, tehát ha Puskint olvasol, akkor elvisz az ukrán KGB, tehát mondom, ilyen, ilyen őrület folyik ott igazából, és hát ö, szerintem lesznek majd olyan normális politikusok vagy katonai vezetők, akik egy idő után azt mondják, hogy elég most már sok fiatal halt meg értelmetlenül, folyik a rombolás szintén értelmetlenül, és ugye alkotmányban annyos, hogy nem szabad tárgyalni az oroszokkal, de hát nyilvánvalóan lenne egy új kormány, ezt majd felülírhatja. Tehát szerintem Oroszország is arra vár, hogy legyen egy olyan erős ellenállás a politikán és a társadalomon belül Zelenszki ellen, hogy neki el kelljen hagyni az országot. Tehát szerintem ez lenne a legjobb megoldás, és tárgyalasztalhoz ülni, tűzszünet, és akkor területeket békéért, és ezzel igazából azt mondom, hogy hát ha nem is mondom, hogy egy win-win szituáció, de minden esetre nem halna meg több szegény ukrán fiatal a fronton, nem kellene édesapáknak, szülőknek, testvéreknek kimenni szinte a biztos halálba, és értelemszerűen be lehetne fejezni a háborút, elkezdődhetne az újjáépítés, tehát ez lenne a legeslegjobb mindenkinek, hogyha tűzszünet lenne, és idő után béketárgyalás, vagy csak egy hosszú tűzszünet, ugye látjuk Észak- és dél korea esetében, ott sem történt békekötés, hanem van egy tűzszüneti vonal, ez akár lehetne most példa, ugye egy időre Oroszország és Ukrajna között is, és utána majd valamit kialakítani, kitalálják a politikusok, hogy hogyan tovább. Csak aki még a tárgyalások fontosságáról ugye szót az elmúlt időszakban, az ugye Ferenc pápa volt, és ráadásul ezzel akkor a port kavart, hogy ez friss hír, hogy a Vatikán és Ajtószolgálatnak magyaráznia kellett a pávának az orosz háborúval kapcsolatos, orosz ukrán háborúval kapcsolatos nyilatkozatát, ugyanis ugye Ferenc Pápa egy korábbi interjúban az ukrajnai háborúról szólt, ejtve a fehér zászló kifejezést is használta, és euh, ugye azt is közölte ugye a Vatikán News, hogy mit gondol arról, hogy Ukrajnában egyesek a fehér zászlót követelik, mások viszont azt mondják, hogy ez legitimálná az erősebb felet. Erre pedig Ferenc pápa ugye azt válaszolta, hogy az az erősebb, aki gondol a népre, akiben megvan a bátorság a fehér zászlóhoz, a tárgyaláshoz. És ugye tehát a az egyházi vezető lényegében megismételte azt, ugye, amit az elmúlt két évben a nyilvános nyilatkozatai alkalmával többször is elmondott, ugye ő mindig a párbeszédet hangsúlyozta és a civil lakosság nehézségeinek fontosságát viszont ugye egy magyarázatra szorult olyan szempontból a nyilatkozata, hogy a sajtószolgálatnak alá kellett húzni, hogy a tárgyalás azért nem jelent azonnali és feltétlen megadást. Ö, hogy látotta -e a pápának a kijelentéseit, illetve miről árulkodik szerinted az, hogy a pápának még az ilyen kijelentéseit is magyarázni kell, mert akkor a felháborodás, vagy akkor a hiszti övezi? Hát igen, ez a baj a politikai korrektséggel, a liberális gondolkodással, meg a PC-vel, hogy bármit mondasz, most már aranymélegre kell tenni. Tehát már nem szabad viccelődni, nem szabad gondolkodni, nem szabad gondolatkísérleteket nyilvánosan, hangosan végrehajtani, hogyha közszereplő vagy tisztségviselő vagy, vagy vallási vezető vagy, mert arra azonnal ráugranak, és rögtön ráthúzzák, hogy te Putyin barát vagy, Trump barát vagy, nem tudom, náci vagy minden, tehát rögtön ugye megfoghatatlan dolgokat mondanak, de amik kellemetlenek lehetnek ha te pályádra nézve. Nyilvánvalóan, hogy a fehér zászló az a megadásnak az egyik szimbóluma de lehet, hogy a pápa retorikájában a fehér zászló az igazából a Vatikánizászó zászló alapja is fehér. Tehát lehet az, hogy itt a, a, humanitárius gondolkodás, az emberi életek védelme, ugye az lenne a fő cél nyilvánvalóan, mint a legfelsőbb katolikus vallási vezető arra gondolt, hogy ne halljon meg több ember ebben a háborúban, tehát minden ember életért kár, ugye, és aki egy embert megment, az megmenti az összeset. Tehát nyilvánvalóan egy vallási vezető másképp gondolkodik, mint egy politikus vagy egy katona, aki ugye stratéga, és az ő szavait nem, nem szabad annyira aranymélegre tenni, hanem hanem igazából a kvinta a eszenciáját kell nézni ennek a gondolatnak, az, hogy itt a béke és az emberi élet védelme a legfontosabb. Ugye, a, mind a pápa számára, mind a katolikus egyház számára, mind minden hívő számára. Tehát ez igazából a lényege, és nem az, hogy itt most a megadásról beszéljünk, vagy nem arról, hogy most a pápa Putyin párti lenne, hogy rögtön ugye elkezdték őt támadni erről szó sincs, hogyha megnézzük a világban lévő konfliktusokat, legyen a Szomália, legyen az a kongói demokratikus köztársaság, legyen az a problématika a Boko Haramban, Nyugat-Afrikában, azért a pápa mindig a béke pártjában, mindig felszólítja a feleket ugye a békés megoldásra, az együttélésre, a vallási ellentétek félretételére, tehát nem csak itt az ukrán-orosz konfliktusban, hanem minden konfliktusban igazából szerte a világon, tehát aki meghallgatja még beszédét is, ugye a háborúkkal kapcsolatban, vagy a terrorizmussal kapcsolatban például, akkor azért azok példaértékűek, és én magam is jártam a Vatikánban, például látom, ott egy, egy kiállítást, ami a, a keresztény gyűlöletet mutatta be, szerte a világon, főképp közel-kelet és afrikai országokban, akkor még dúlt ugye, a háború Irakban és Szíriában a Daesh, az iszlám állam éppen a fénykorát élte, és ezzel is felszólalt nagyon markásan a pápa, és mondom, egy kiállítás a Vatikánban erről szólt, hogy hány keresztény gyilkolnak, lehány embert üldöznek a világon a hite miatt. Úgyhogy mondom, itt, itt ne próbáljunk meg ilyen píszit, meg liberális gondolatokat keresni, hanem a, a normalitást, az, hogy védjük meg az emberek életét, fejezünk be egy háborút, amik itt túl igazából tőlünk pár kilométerre Európa szívében. Hogy látod egyébként az elmúlt időszak során tapasztalt vezetői kielentések, vagy különböző topvezetői megnyilvánulások mentén, hogy mennyire változott a béke iránti igény, vagy mennyire növekedett talán ez a legjobb kifejezés a béke iránti igény, hiszen azért arról beszélgettünk, hogy ezekben a műsorokban is mindig megemlítettünk pár olyan apróságot, pár olyan részletet, ami mondjuk arról szólt, hogy akár a, az ukrán vezetés ellen hangulódott, akár az európai lakosság bizonyos rétegekben, vagy akár voltak vezetők is, akik már kritikusabb álláspontot fogalmaztak meg, bizonyos országok az ukrán menekültek irányában nyújtandó támogatások egy részét már nem képesek tovább biztosítani, és sorolhatnánk tovább, tehát mintha változtak volna apróságok. De te hogyan látod, hogy a béke iránti igény és a, 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 az ez iránti törekvések azok erősödtek az elmúlt időszakban, vagy sajnos erre azért még nem sok példát látunk? Hú, ez, ez nagyon komplex kérdés, komplex választ igényel. Tehát ha messze vagy a háborútól, mondjuk Spanyolország, Portugália, nem érint téged annyira. Tehát ez lejön az esti híradóba neked hírként, vagy ahogy pörgeted valamelyik napi lapot a telefonodon. Ha közel vagy a háborúhoz, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia esetében, ahol tényleg napi szinten több ezer, sőt több tízezer menekült lépj át a határt, akiknek utána neked biztonságot, lakhatást, orvosi ellátást, gyámügyi ellátást a gyerekeknek, óvodát, iskolát, szociális segét kell, hogy biztosíts, akkor teljesen másképp látod. Értelemszerűen minden ország ugye a humanitárius segítséget támogatja, így a magyar kormány is. ha nézzük például Németországot, ugye oda is átment most már, hát közelít a két millióhoz az ukránok száma brutális mennyiségű segét adnak ki ugye az Afrika és a közelkeleti keleti e, menekülteknek, vagy, vagy migránsoknak is, akkor most jönnek hozzá háborús menekültek. Nyilvánvalóan ott már politikai téma az, hogy az égszeremére honnan teremtsünk elő ennyi pénzt, hogy nem tudom, 5-6 millió ember ott él, akiknek minden hónapban 700 valahány eurót kell folyósítsunk, fizetnünk kell nekik a lakást, fizetnünk kell az orvosi ellátásukat, biztosítani kell a gyerekeknek bölcsödét, óvodát, iskolát, tehát egyszerűen a kormány már aki éppen egy óriási e, hiteltől maga után, is <kül> maga előtt, és e, e, egyáltalán nagyon komoly gondok vannak ugye a pont a, a szociális rendszer további finanszírozásában. E, ő azt mondja, hogy hát igen, béke kellene, és akkor térjen mindenki az a saját országában, mert ezt anyagilag nem fogjuk bírni, csak hogy ugye készült egy felmérés is, hogy a legtöbb ukrán nem akar hazatérni, mert tudják, hogy a otthonuk, a munkahelyük, az egész infrastruktúra, ahonnan eljöttek, meg sem isül, és Sokan munkába álltak, van lakású, ez az gyerek, kiskolába járnak, tanulják a német nyelvet, tehát azt mondják, hogy ők nem mennek el. Tehát ez egy hosszú, hosszadalmas probléma lesz, amíg ezek az emberek teljességében integrálódnak, nem kell nekik semmilyen szociális juttatást adni, hanem ők már fizetik, akkor ugye a saját TB-jüket fizetnek adót, tehát igazából integrálódnak a társadalomba, de ez egyik napról a másikra nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Lengyelországban ugye kezd probléma lenni, hogy például sok ukrán feketén vállal munkát, és nyilvánvalóan kiszorítanak szakembereket, lengyeleket a, a legális munkapiacról. Cégek feketén fölveszik őket, nem kell utána járulékot fizetni, és sokkal olcsóban elvégzi azt a munkát, mondjuk egy építkezésen, mint egy lengyel szakember. Tehát ott már azért morgolódnak az emberek. Nyilvánvalóan ott a további segítségnyújtásnak nincs már annyira társadalmi támogatottsága, és ott már voltak tüntetések is, ugye, hogy húzzanak haza az ukránok, mert itt ne vegyék el a mi munkánkat. Tehát mondom, ez, ez egy, egy nagyon összetett dolog, tehát az ember természetesen sajnál minden családot, minden nőt, minden gyermeket, aki egy háborús övezetből jön. Értelemszerűen most segíteni kell nekik, de ahol már már problémákba ütközik a dolog, ahol már nem csak nők és gyerekek jönnek, hanem, hanem férfiak jönnek, akik akár például szexuálisan is zaklatnak valakit itt is a Héven, ugye, Budapesten. Tehát akkor már úgy felmerül a kérdés, hogy mit keresnek ezek a fószerek itt, miért nem harcolnak akkor a hazájukért, miért zaklatnak mondjuk a Héven egy fiatal lányt, vagy miért zaklatnak lányokat Varsóban, részegen az utcán. Tehát akkor már azt mondják, hogy oké, okay, tűnjenek el innen, tehát csináljanak valamit az országukból, nyerjék meg a háborút, vagy adják meg magukat, adják oda a területeket. Tehát mondom, ez ez attól függ, hogy hol élsz, és, és mennyire érintéged a háború, vagy mennyire vagy benne a politikában. Mert akit kevésbé érdekel a politika, az azt mondom, hogy nem törődik vele, hogy két ország valahol háborúzik. Minket érint, ugye, mert itt vagyunk nagyon közel igazából pár száz kilométerre a frontvonalhoz. Elindulsz most autóval innen három óra alatt igazából egy, egy háborús országba találod magad. De mondom például a németeket érinti, ugye a menekült áradat miatt, de a kicsit tovább megyünk már Franciaország, Spanyolország, Portugália. Őket annyira már nem. Úgyhogy... Azokat az országokat érinti, ahol nagyon sok pénzt kell ebbe a háborúba beletolni, és ahol a lakosság már érzi, hogy nekik kell több adót fizetni, nekik vastagabb számmal érják már a, a sárga csekkeket, és azért, mert ugye Ukrajna az egy hatalmas anyagi terhet jelent a legtöbb NATO ország számára, illetve a támogató országok számára is, úgyhogy én így látom a, a támogatottságát az ukrán helyzetnek, de mindenki, aki egy kicsit normálisan gondolkodik, az már azt mondja, hogy tűzszünet kell, hisz meghalt, ha mind a két oldalt összeveszünk, most már több mint fél millió ember. És nem látunk egy olyan eredményt, hogy ennek a háborúnak most berátható időn vége lenne, és ugye tudjuk, hogy fegyvergyártó cégek, meg Ursula von der Leyen is, a jó Isten tudja, milyen okból még el akarják, vagy négy évig húzni ezt a háborút, nyilvánvalóan nagyon sok ember nagyon sok pénzt keres ezen. Tehát ez lehet a legfőbb ok de ezt be kellene fejezni, mert most azért ne küldjünk a halálba még százezreket, azért, hogy egy pár nagy fegyvergyártó cég, meg, meg olyan cégek, amik valamilyen formában ugye eszközöket juttatnak ki a, a, harcoló alakulatokhoz, zsírosra keressék magukat, és egy szerencsétlen ember, akit kiszakadjanak a családja kötelékéből, az húzza rövidebbet, az hal meg valahol a fronton. És végezetül egy utolsó kérdés, amit csak egy röviden érintenénk, hogy és akkor szerinted ki lenne az a szereplő a világ színpadán, akinek ki kellene mondani az első szót, szinte már így hallom is a válaszodat, de hogy ki az a szereplő, akinek a bármilyen úton módon ezt a folyamatot meg akarjuk kezdeni, meg kell tenni az első lépéseket. Hát nézd, két nagy szereplő van a, a világ világporondján, akik ezt már kimondták, az egyik Orbán Viktor, a másik pedig Donald Trump. És nyilvánvalóan, hogyha Trump és jelen pillanatban a fele haladunk, ismét az Egyesült Államok elnöke lesz, akkor nyilvánvalóan, tehát ő, mint, mint, amerikai elnök, mint a NATO egyik legfontosabb vezetője, sőt, talán a legfontosabb vezetője, az Egyesült Államok hadseregének a főparancsnoka, tehát ő fogja kimondani azt, hogy oké, okay, akkor most tárgyaljunk, és nyilvánvalóan először egy telefonbeszélgetés lesz, mint vagy Putyinnal, mint Zelenszkijel, tehát beszél a két elnökkel, nyilvánvalóan teljesen más kontextusban, és Zelenszki szerintem akkor meg fogja kapni a parancsot, hogy alkotmány, meg törvények ide vagy oda, most öcsém leültök, mert különben egy buznyákot nem kaptok már semmire, és akkor oldjátok meg, ahogy akarjátok. És uh, ugye szakértők mondják, hogy durván 14 napig tudná magát tartani az ukrán hadsereg, akkor, hogyha most minden segítséget elvágnának. Annyi eszköz halmozódott fel, de két hét után pedig jöhetne, ugye a. Szent atya által emlegetett fehér zászló és a totális kapituláció. Úgyhogy én úgy látom, hogy, hogy ahogy közeledünk, de mondom benne még úgy motoszkál az, hogy esetleg Joe Biden is úgy szeretne majd a történelembe bevonulni, akár mint újraválasztott elnök, akár mint leköszönő elnök, hogy ő volt az, aki békét teremtett Oroszország és Ukrajna között. Tehát igazából az ő részéről is elég lenne ez a telefonhívás, tehát ezt ennek a háborúnak nagyon hamar véget lehet nevetni, de mondom, ennek a kulcsa egy -eg egyes-egyedül az Oval Office-ban, a Washington DC-ben. Ez az most a mai végszó. Nagyon szépen köszönjük hallgatóinknak a figyelmet, és János le biztonságpolitikai szakértőrek is, hogy itt volt velünk, és rávilágított ezekre az összerűen. Egy élmény volt, és nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek.